Figyelj, hallod? Az előző évadban még csak a negyedik helyen végzett. A most zajló bajnokságban azonban még veretlen a Szekszárdiak Leány Kadét kosárlabda csapata, amely vezeti a rájátszás felsőházi tabelláját. Az Illovas játékosait látogatta meg stábunk, és persze mindenek előtt arra voltunk kíváncsiak, minek köszönhető a remek teljesítmény. Szerintem a sikerünk kulcsa az, hogy tudunk csapatban dolgozni, és mindig tudunk számítani egymásra, pályán kívül és pályán belül is, és az, hogy tudunk futni, és az edzések, hogy van állóképességünk, és erről léti edző is segít nekünk abban, hogy jól fel tudjunk készülni. Mert tavaly is ugye a 2003-asaim voltak a húzó emberek nagy részt, tehát nem a 2002-esek, és ugye ez 2002-es-2003-as bajnokság volt a tavalyi, és a 2003-asok már ott is nagyon sok mindent letettek, és ugye most a 2002-esek minden csapatból ugye kiestek, mert hát egy korosztályal följebb léptek a juniorba, és én ennek tudom be meg annak az óriási munkának, alázatnak, amit ez a csapat augusztustól végez. Plusz munkákat bevállalnak, az NB1-es csapatunk erőlőt edzőjénél, Jánosi Csabinál, nagyon sokat dolgoznak tehát pluszban, és itt is a heti 7-8 edzés megvan, hogyha a hétvégén nincs, mert csak akkor tegnap is edzettem például. Tehát én ennek tudom be, mert sajnos ami hiány, hogy nincs magas emberem, igazán magas emberem, és ezt elég nehéz kompenzálni, csak ilyen egész persze támadásokkal, meg egy nagyon-nagyon kemény mezőmunkával tudom megoldani, hogy a palánk alatt minél kevesebb gólt kapjak. A cél az idén az, hogy megmaradjon a veretlenségünk, és az országosban minél jobb helyezést érjünk el, és a négybe jutást azt szerintem el tudjuk érni, és az lenne a cél először. A szekszárdi felnőtt csapat, annak ellenére, hogy Doki Zselkó vezetőedző előszeretettel játszatja a fiatalokat, az NB1 A csoportjának élmezőnyébe tartozik. A nagyok és a korosztályos alakulatok között pedig szoros és családias kapcsolat alakult ki. Minden meccsükön ott vagyunk, sőt, még ha olyan van, a mi meccsünkkel nem esik egybe, akkor vidékre is elkísérjük a csapatot a csapataimmal, és minden meccsen például kell nekik a hazai meccseken játékost választani, de két meccsen egymás után nem választhatják ugyanazt a játékost, és kell nekem írni értékelést, nem statisztikát, amit ott le tudnak írni, hanem értékelés, támadás, védekezés, és nagyon sokat lehet ebből tanulni, és szerintem ez rengeteget jelent nekik az edzés munkájukban, meg az, hogy nekik is van, hogy milyen céljuk lehet. Tehát nagyon sokat kopíroznak, odafigyelnek a virulális játékra, az edzésekre, szóval amit lehet. És én a délelőtt edzéseken, amint tehetem, ott vagyok, mert a délután az sajnos egybeesik az ő edzésükkel, tehát oda nem tudok elmenni. És azért van nekik olyan példa, ugye az a szexuális játékosok, hát három volt, a két Studerlány, csak a Zsuzsi most nem tudott itt lenni, és a Bálinték a mostani csapatból, akik ugye eljutottak, de hát akik már abba hagyták, olyan több játékosom volt, aki eljutott az NB1-es csapatunkba. Az edzésen jelen volt a felnőtt csapat két saját nevelésű klasszisa is. Bálint Réka és Studer Ágnes. Ők pályafutásukat felidézve meséltek az utánpótlásban szerzett élményeikről. Már egészen kiskorunktól kezdve nagyon sok edzésünk volt. Hétfőtől péntekig minden nap egy, sőt szerdánként még egy hajnali edzés is belefért az iskolai tanítás előtt. Hétvégente pedig ugye rendszeresen mérkőzések, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó alapot kaptunk mind szakmaiak, mind pedig emberileg, ami nagyon sok segítséget adott ahhoz, hogy később ugye a felnőtt karrierünket el tudjuk kezdeni. Úgy gondolom, hogy tényleg azáltal, amit kaptunk kiskorunkban, könnyebb is volt a beilleszkedés. 6 éves koromban kezdtem el kosárlabdázni, és ugye rögtön itt Szekszárdon. Harsányi Mária és Szabó Noémi volt felváltva az edzőm, tehát felváltva jártunk edzésekre. Nagyon sok jó utánpótlás éven volt itt. Voltak eredményes éveink, voltak amikor kevésbé, de mindig nagyon sokat tanultunk. Azóta is látszik, hogy még itt vagyok, úgyhogy szeretek itt lenni Szekszárdon, szeretem a várost, mindenkit igazából, aki felnevelt minket, és ez egy plusz motiváció, és nekem nagyon jól esik, hogy Harsi még most is ugyanúgy ír minden meccs után nekem, mikor már ugye, vagy 4 éve már nem az edző, de ugyanúgy ír minden meccs után, vagy felhív, vagy beszélünk, úgyhogy, és gratulál, és mondja, hogy így tovább, úgyhogy az mindenképp nagyon jól esik. A felnőtt válogatottban is meghatározó szerepet betöltő 20 éves játékostól azt is megkérdeztük, hogy érzi, mennyit segített a fejlődésében az, hogy már egészen fiatalon lehetőséget kapott az élvonalban.
Mindenképp azt mondom, hogy sokat segített az, amikor elkezdtem ugye járni. Nővérem is ugye már fönt játszott, úgyhogy úgy már könnyebb volt, ugye, hogy lesz valaki, akit ismerek, viszont mindenki rögtön segítőkész volt a lányok közül is, meg az egész klub mindenki segített, úgyhogy elég hamar be tudtam illeszkedni, és megtanultam azt, hogy milyen ugye felnőttben nagyobb ritmusú játék közben játszani, úgyhogy szerintem az a legjobb minden fiatalnak, ha minél hamarabb felkerül. Én most is nagyon örülök, ugye, hogy például itt edzenek mögöttünk, de Vince Niki szinte már minden edzésen velünk van, és még vannak ugye Pop Anna Mari, meg Miklós Melinda is ugye már járnak fel edzésekre, úgyhogy szerintem ők is ezt tudják kamatoztatni majd most a junior döntőn is, meg ugye a saját korosztályukba. Szerintem ez mindenképp pozitív minden fiatal lánynak, hogy minél hamarabb felkerüljön.